A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, Kisvárdaváros önkormányzata és a Kárpátaljai megyei tanács közösen hozta létre a Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulást 2015-ben. Céljuk az volt, hogy Magyarország és az Európai Unióhoz nem tartozó Ukrajna minél több gazdasági programot indíthasson közösen, de többek között a turisztikai fejlesztések is a prioritások közé tartozik, közölte a megyei közgyűlés elnöke. Most elkészült a fejlesztési koncepciójuk, és sikerült elérni azt is, hogy brüsszeli forrásokra pályázhatnak. Eredményesen részt tudunk venni a határmenti együttműködési programoknál is, az ENI pályázati programoknál, hiszen ott sikerült elérnünk azt, hogy a Tisza ETT is pályázhat, tehát az európai területi társulások is a pályázatok jogalanyai lehetnek. Ahhoz képest, hogy nem régi múltú ez a területi társulás, komoly eredményeink vannak, bemutatkozó fórumot tartottunk legutóbb Ungváron, a régió bizottságának egy magasrangú tisztviselője részt vett ezen a fórumon, elkészült a fejlesztési koncepciója a térségnek, és erre alapozva tudunk a későbbiekben fejlesztési programokat megvalósítani. A közgyűlés megszavazta azt a javaslatot is, amelyben a köztisztviselők béremelését kérik a kormánytól. Erre főleg azért lenne szükség, mert 10 éve nem emelkedtek a bérek, illetve a közelgő választások még több feladatot adnak majd az önkormányzati dolgozóknak. A köztisztviselőkre ilyenkor egy javadalmazás van megállapítva, és ezt a javadalmazást tettük szóvá, hogy ez a javadalmazás az elvégzett munkával és tevékenységgel és feladattal nem arányos, és ebben tettünk fölterjesztést a kormány részére, hogy szeretnénk ezt a munkával arányosan állapítsák meg ennek a díjazását, annál is inkább, mert egy nagyon komoly munkáról van szó. Itt hétvégi, péntek, szombat, vasárnapi munkavégzésről van, és nem csak egy hétvégét, hanem több hétvégét érintő, és egy 2-3 héten áttartó folyamatról. Az MSZP frakció vezetője az ülésen kifogásolta, hogy a közgyűlés nem támogat egy nyírbátori pályázatot. A város egy Románia és Magyarország határmenti fejlesztési program keretében útépítését tervezi. Nagykárolyban egy Nagykárolyi elkerülő út és Nyírbátor lényegében ipari parkját elkerülő út épülne meg úgy, hogy az M3-as autópályára felvezető úttal csatlakozna rá ez a bizonyos útelkerülés. Ennek az a célja, hogy egy elég nagy térség, mind határon innen, mind határon túl kapcsolódását tenné biztonságossá az M3-as autópályára történő felhajtásban. Az lenne a célja, hogy ahogyan korábban is már sok programban Nagykárolyi és Nyírbátor együttműködés erősödne. A közgyűlésen a vízügyi beszámolóból kiderült, hivatalos bejelentés még nem érkezett a szamos szennyezésével kapcsolatban. A gátőrök naponta ellenőrzik a vízminőségét, és a laboratórium sem talált problémát. Adorján Béla, a Jobbik frakció vezetője azt állítja, a vizet határon túlról egy húsfeldolgozó üzem szennyezi. Románia területén pedig teljesen mindegy lenne, hogyha vakokkal és süketekkel tárgyalnánk, mert egyszerűen ők azt állítják, hogy az Unicam nem szennyezi a szamost. Kiutaztunk többször is. Saját magunk meggyőződtünk róla, mintavételezés is volt, országos hírértékű lett ennek az eredménye, hogy több százszorosa, vannak olyan baktériumok, ami 1000-szeresére kimutathatók a folyóvízben. Az ülésen az is elhangzott, a közeljövőben több milliárdos ár- és belvízvédelmi beruházások kezdődnek el a felső Tisza vidéken, de nemzetközi vonatkozású fejlesztési tervei is vannak a Feti vízének. Ilyen például egy online vízminőség megfigyelő rendszer a Szamos folyó mentén.